Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Rászorulókat segít az önkormányzat Bonyhádon, a jó költségvetési helyzet teszi lehetővé a plusz támogatást. Minden a tervek szerint halad, folyamatosan dolgoznak a szakemberek Szekszárd központjában. Pénteken kezdődik a tanév, az iskolák már felkészültek a diákok újbóli fogadására. Szeptember végére elkészül a szobor, a felújításhoz szükséges 15 millió forintból még 3 millió hiányzik. Sokkal több rászorulónak segíthet ezentúl a bonyhádi önkormányzat, mint a korábbi években. A polgármester kezdeményezésére ugyanis a képviselőtestület módosította a helyi szociális rendeletet. Ennek következtében már nem csak a fűtési szezonban és nem kizárólag fával tudják támogatni azokat, akiknek szükségük van erre. A módosítás értelmében akár 50 ezer forintos segítséget kérhetnek az érintettek az év bármelyik szakában. A változtatást azt tette lehetővé, hogy az önkormányzat különösen jó anyagi helyzetben van. Szeptember 30-án ülésezett legutóbb a bonyhádi testület. Filóné Ferenc Ibolya előterjesztésére a képviselők sokakat segítő határozatot fogadtak el. Ennek értelmében már nem csak télen igényelhetnek rezsitámogatást az önkormányzattól a rászorulók, hanem egész esztendőben. Sőt, a forrás már nem kizárólag tűzifa vásárlásra fordítható, hanem vízre, gázra vagy áramra is. Felhasználók körét is szélesítettük, hiszen azt az értékhatárt, amivel egyáltalán a segélyre jogosult lehet valaki, azokat megnöveltük, tehát egy nagyobb jövedelemmel is már be lehet férni ezekbe a támogatási formába. Én bízom benne, nagyon sok bonyhádi családon tudunk segíteni ezen a rendeletmódosítással, várjuk is a kérelmeket, és segítünk, hiszen van rá lehetőségünk, és talán ez a legjobb érzés ebben a döntésben, hogy megtehetjük azt, van anyagi fedezete a városnak, biztos háttere arra, hogy egy ilyen időszakban könnyítsen a szociális rendeletnek a nehéz és szigorú szabályain. Vagyis a szociális rendelet kiterjesztését azt tette lehetővé, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete kifejezetten stabil. Ennek köszönhetően nem csak a városi intézmények idei működése biztosított teljes mértékben, de bőven jut költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztésekre is 2023-ban. Panaszra nincsen okunk, amit megterveztünk februárban, amentén a gazdálkodás mentén, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, még ha nem is pontosan arányosan 50%-os arányban állunk minden egyes mutató tekintetében, összességében az elmondható a város költségvetéséről, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, valamennyi intézményünk a hivatallal és az önkormányzattal együtt egész évben, ha így működik tovább, akkor különösebb problémái nem lesznek, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg. Az új szociális rendelet egyébként október 1-én lép hatályba Bonyhádon. A nemzetiségi civil szervezetek tevékenységének támogatására 450 millió forintot biztosít a kormány 2024-ben. A pályázatokat szeptember 28-áig lehet beadni, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön. Soltész Miklós elmondta, a keretösszeg a nemzetiségek hagyományainak fenntartását, anyanyelvük megőrzését, kulturális céljaik megvalósítását is szolgálja. Kiemelte, a rendelkezésre álló forrásból egy jelentős összeget kizárólag hangszerek és fellépőruhák vásárlására biztosít a kabinet, e célra 40 millió forint áll rendelkezésre. Soltész Miklós közölte, az elmúlt bő egy évtizedben több mint 4100 sikeres pályázat valósult meg, a magyar kormányzat pedig ezeken keresztül 4,1 milliárd forinttal tudta támogatni az országban élő nemzetiségiek tevékenységét. Jól haladnak a Zöldváros projekt munkálatai, a szakemberek folyamatosan dolgoznak. A kivitelezők igyekeznek minél előbb visszahelyezni a központban található buszmegállót is a helyére. A jövő héten pedig már a bíróság körül is megkezdik az építkezést. Még mindig az ütemterveknek megfelelően halad a Zöldváros projekt, már több mint 10.000 négyzetméter térkő került a helyére. Emellett a szakemberek belekezdtek a tereprendezési munkálatokba is, mondja Hámori Szabolcs, a kivitelezést végző cég vezetője. Nagyon sok térkőfelületet már behomokoltunk, bevibráltunk, mellette elrendeztük a terepet, úgymond maga a burkolási munkákat, már egyes munkarészeken készre is tudjuk jelenteni.
ezeket folyamatosan itt a sétányon nyomon követhetik. A lisztéren is igen nagy darabokat ideglenesen vissza tudtunk adni a forgalom számára. A jövő héten a bíróság körül is megkezdik a munkálatokat, ez azonban a parkolást nem fogja érinteni, mondja a kivitelező. Illetve a szakemberek igyekeznek minél előbb visszahelyezni a központban található buszmegállót is a helyére. Azt gondolom, hogy jól döntöttünk a kivitelező kiválasztásnál, és szerintem nagyon haladunk, tehát a 4 hónapon belül meg lesz minden. Most már látjuk azért a térkőnek a nagyja, az lent van. A bevágások, szabások, ami a szélére kell, illesztések vannak vissza az önébe. A Bosziszi, a Kölcsei lakótelepen ott a játékoknak kihelyezése az még folyamatban van, de az is nagyon jól halad, úgyhogy véleményem szerint jól döntöttünk, és jó lesz ez a projekt. A fejlesztés egyébként a Szüreti Fesztivál első 2 napján sem fog megállni. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy több biztonsági szempontot is figyelembe vettek, és végül úgy döntöttek, hogy a rendezvény idején is lezárva maradnak az egyes építés alatt álló területek. A Prométheusz Parkban a szökőkútnak a gépészeti munkálatai zajlanak, és természetesen a járdáknak a kialakítása. Ez is ütemesen halad. A Babics művelődési ház előtti rész az helyjel közzel készen van. Apró kiegészíteni valók vannak. A Luther téren is a fő vonalak már kijelölésre kerültek. Elkezdődött a térkövezés, hát ott még van tennivaló bőven. És a 160-as mögötti Vosinszki és Kölcsei lakótelep is sorra kerül most már, és ott is megindulnak a tevőleges munkák. A tervek szerint november közepére kell elkészülnie a Zöldváros projektnek, azonban ha továbbra is ilyen ütemben halad a kivitelezés, már előbb is birtokba vehetik a lakosok a megújult központot. A tanév kezdetén rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést reggel és a délutáni órákban az iskolák közelében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője csütörtökön. Oberling József elmondta, az idei tanévben is folytatódik az iskola rendőre elnevezésű 15 éve elindított program, amelynek célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. Kiemelte, a 2023-2024-es tanévben csaknem 2900 oktatási intézményben több mint 2000 iskolarendőr vállalja ezt a feladatot a hivatásos szolgálata mellett. Pénteken, azaz szeptember 1-én az ország valamennyi iskolájában becsengetnek, elkezdődik a tanév. Mostanra az intézmények és a pedagógusok már felkészültek a diákok újbóli fogadására. A tankönyvek hetekkel ezelőtt megérkeztek, a nyári felújítások megtörténtek, és az órarendek is összeálltak. Az utolsó értekezletek egyike zajlik a tanévkezdés előtt a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Itt általános és középiskolás osztályok is működnek, így pénteken több mint 1200 diáknak csengetnek be az intézmény falai között. Mostanra minden készen áll a kezdéshez. A kollégák nagy várakozással érkeztek, ugye tehát az idei nyáron is azért történtek felújítások, próbáltunk épülni, szépülni, ugye technikai hátteret megteremtsük, és hát izgalommal vették birtokba az új felújított tantermeket. Várták, most jelen pillanatban egy volt öreg diákunk, Steigerwald Krisztián és csapattal tart egy előadást, itt kommunikáció a különböző korosztályok között, kiégés ellen is, egy ilyen megújítási lehetőségek, hogy hogyan lehet, hiszen nem elég a tárgyi feltétel, azért itt a technikai mellett az emberi még fontosabb. Hál' Istennek nálunk. Ezek a felvételek néhány napja készültek a szintén Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A gyerekek akkor a frissen érkezett tankönyveiket válogatták szét. Itt is felkészülten várják a 2023-24-es tanévkezdését. A diákoknak bőven volt dolguk, hiszen pénteken itt közel 600-an ülnek vissza az iskolapadba. Szeptember 1-én a tanévkezdés első napján a gimnazistáink vehetik át, ők ugye nyilván már önállóbban tudják ezt a folyamatot végrehajtani. Az idei tanév első szemesztere egyébként 2024. január 19-én ér majd véget. Nyárbúcsúztató ünnepséget tartottak a Támasz otthonban.
Kata és Hajni akusztik duó és Kovács Gergő énekes varázsolt vidám hangulatot az időseknek Dombóváron. Majd Tusnovicsné Berényi Ella, az intézmény vezetője köszönte meg Pintér Szilárd polgármesternek, hogy elkészülte a térkövezés, és barátságos udvari környezetet tudta kialakítani az otthon lakói számára. Több mint 130 ezeren kapcsolódhattak ki az Erzsébet táborokban a szünidőben, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes úgy fogalmazott, a kormány a családtámogatások egyik különleges elemének tekinti az Erzsébet táborokat, amelyek egyrészt leveszik a nyaraltatás terhét a szülőkről, másrészt élményeket nyújtanak a résztvevő fiataloknak. A tervek szerint szeptember végére elkészül a Tolnai Szentháromság szobor felújítása, azonban az ehhez szükséges 15 millió forintból 3 még hiányzik. Azoknak, akik Tolna központjában járnak, szinte lehetetlen, hogy elkerülje a figyelmüket a Szentháromság szobor látványos átalakulása. A felújítást néhány hónapja kezdték el a restaurátorok. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár már az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Folyamatosan dolgoznak, hála Isten az időjárás is ezt lehetővé tette. A restaurátor elmondása szerint körülbelül 70%-os a szobor felújítása. És most már, amint látható, az árványokat is elbontották, kosaras autóból fognak dolgozni, jövő héten minden bizonnyal el fogják vinni a kerítést, és kijavítják, átfestik, már nem a restaurátorok, hanem egy vállalkozó, aki vállalta ennek a rendbehozatalát, úgyhogy nagyon jól állunk. A felújításhoz összesen 15 millió forintra van szükség, ennek 80%-a már összegyűlt, és több jótékonysági koncertet is szerveztek a városban annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges összeg. Külön kiemelném most is az elszármazottakat. Az elmúlt időszakban, amik jöttek adományok az alapítványi számlára, azok mind az elszármazottaktól érkeznek, tehát az elszármazottak részéről különösen nagy érdeklődés kíséri a felújítást, úgy gondolom. Természetesen a tolnaiak részéről is, de az elszármazottak most jobban örülnek, talán így is lehet mondani a szobor felújításának. A 15 millió forint nagy része tehát már megvan, az idő azonban szorít, hiszen a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, pedig szeptember végéig kell összegyűjtenie az alapítványnak, hogy végül a Szentháromság szobor új pompájában ragyoghasson majd a város központjában. Regionális híreink következnek. Csőd vagy átmeneti segítség, a tükebusz többlet igénye is szerepelt a szakbizottság előtt. Indulhat a pedagógusok béremelése, az új törvényi szabályozásról beszéltek a szakmai évnyitón Pécsen. Rollert kapott a rajzpályázat nyertese, nyelvzáró játszóházat család segítőknél. Közel 100 millió forint plusz forrást ítélt meg a pécsi tükebusznak a Város Gazdasági Bizottsága. A pénz a havi juttatáson túl kerül a társasághoz. Az önkormányzati cég kezdeményezte, hogy több pénz jusson most nekik a napi működés biztosítására. A városvezetői oldal szerint átmeneti helyzetről van szó. Az ellenzéki képviselő csődöt emleget. A pécsi tükebusz kérése is szerepelt a Város Költségvetési és Gazdasági Bizottsága előtt szerdán. A helyi buszközlekedést végző cég az ütemezett támogatásán túl további pénzt kért a működtetésére az önkormányzattól. Az előirányzott rendesen neki ebben a hónapban járó 140, mintegy 140 millió forint mellett, még mintegy közel 100 millió forintot kell a városnak hozzátenni ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a cégnek a működése. A jobboldali képviselő a bizottság tagja szerint nem elég az éves támogatás, mert olyan rossz anyagi helyzetben van a tükebusz. A tükebusznak van egy éves támogatása, amit ugye a város minden évben folyósít a cég részére. Most azonban az idei ütemet ütemtől eltérően előrébb kellett hozni ezeknek a kifizetéseknek egy részét, különben Pécset a tömegközlekedés az nagyon nagy bajba került volna, konkrétan a csőd szélére került volna a cég, és hát ez már a napi működését fenyegette a tükebusznak.
A bizottság MSZP-s elnöke szerint nincs csőd közeli helyzet a buszos cégnél, azonban van min javítani. Én nem mondanám, hogy baj van a közösségi közlekedési cégnél. Gyakorlatilag a működést biztosítjuk, valamint azt biztosítjuk, hogy olyan célokat tűztünk ki a mai bizottsági ülésen a vezérigazgatónak, hogy például csökkenjenek a járatkimaradások száma, mert nagyon sokan panaszkodnak ezekre a problémákra. Tehát ezt kifejezetten szeretnénk elérni, hogy minimalizáljuk a járatkimaradást. Azt is célul tűztük ki, hogy a jegyár változtatása nélkül próbáljuk a bevételeket növelni a cégnél, tehát hogy hatékonyabban működjön a vállalat. Arra a kérdésre, hogy akkor miért kért plusz forrást a helyi járatokat bonyolító társaság, a bizottsági elnök a már korábban is hallott érveket hozta fel. A tüke meg az egész busz közlekedésnél az a probléma, hogy az inflációs helyzet miatt, illetve az üzemanyag áremelkedések miatt nagyon megnőttek a költségek, tehát az egész szektorra jellemző, nem csak a busz közlekedésre, de bárkinél, amikor fuvaroz vagy szállítmányoz, ugyanez a helyzet áll fent, tehát a költségek növekednek, és ugye nem célunk az, hogy a jegyárakat növeljük, így nyilvánvalóan a bevételeket csak úgy lehet növelni, hogyha többen használják a buszt, ugye ez a jegyárak mellett, tehát ezt szeretnénk elérni egyébként hosszabb távon. Mint ismert, sok panasz érkezik a céghez is arról, hogy kimaradnak a járatok. Tervezhetetlen, mikor jut el úti céljához a buszra szálló pécsi polgár. Ezen kívül a sofőrök bérigénye is felmerült nemrég, mivel órabéremelést akarnak. Szerintük a pénz az oka, hogy tavaly a buszvezetők 10%-a hajtott a tükét jobb ajánlat miatt. Jelenleg mintegy 250-270 járművezető van a cégnél, akiknek napi 1800 járatot kell végigvinniük az útvonalaikon. Új életpálya modell a pedagógusoknak, ez a törvény nyáron jelent meg, ami a béremeléseket, a kötelező óraszámokat is tartalmazza. A Belügyminisztérium főosztály vezetője az ehhez kapcsolódó változásokról beszélt a pécsi szakmai tanévnyitón szerdán. Kiderült, júliustól visszamenőleg kifizetik a béremeléseket. Szakmai tanévnyitót tartottak a pécsi tudásközpontban. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény a nyáron jelent meg. Erről beszélt előadásában a Belügyminisztérium osztályvezetője. A pedagógusok béremelése is szerepel az új szabályozásban. A törvény minimális összegeket határozott meg, ezek pedig gyakornok esetén 400 ezer bruttó forint lesz, pedagógusok, pedagógus 1 esetén 410 ezer, pedagógus 2 besorolású pedagógus esetén 430 ezer, mesterpedagógus 520 ezer, kutatótanár esetén pedig 640 ezer forint lesz minimum adhat, illetve kell minimum adni. Ezen felül van a 20%-os illetményeltérítés a kedvezményezett és a felzárkozott településeken, amit ugye említettem, hogy napokban megjelenik a lista, és rajtuk kívül még mindazon intézményben, illetve telephelyen ez a 20% kapható lesz, ahol a tanulói HH-s arány meghaladja 10%-ot, és felzárkóztató programot valósít meg. Július 1-e és november 30-a közötti időszakra kapják meg visszamenőlegesen a béremelést a közoktatásban dolgozó pedagógusok, legkésőbb december 10-ig az emelt bérüket. Az is elhangzott, hogy nyilatkozniuk kell a tanároknak, hogy vállalják-e a munkát az új törvényi keretek között. A heti kötelező óra szám 24 a szabályozás alapján. Ezen kívül az oktatási év ütemezéséről, a szabadságról, a szünetek időtartamáról is esett szó. A szakmai tanévnyitót 2015 óta rendezik meg Pécsen, hogy az iskola kezdés előtt tájékoztassák a pedagógusokat az adott év változásairól, a törvényi háttér újdonságairól. Nyárzáró játszóházat rendezett az Esztergárd Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a pécsi kertvárosi telephelyén. A program előtt egy rajzpályázatuk eredményhirdetését is megtartották. A verseny témája a rock and roller, a főnyeremény pedig egy gyermekroller volt. Minden résztvevő kapott ajándékot, nem csak a díjazottak. Ezek a rajzok egy pályázatnak köszönhetően lettek most kiállítva. A helyszín az Esztergárd Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ pécsi Anikó utcai épülete. A pályázat 6-14 éves korú gyerekeknek szólt. Az eredményhirdetés izgalmas pillanatait követhettük figyelemmel.
Vége van a nyárnak, lassan elkezdődik az iskola, és szerettünk volna még a gyerekeknek egy utolsó iskola előtti játszóházat szervezni, és egybekötni egy ünnepi kerettel is, hiszen egy rajzpályázatot hirdettünk Rock and Roll néven, és azokat a gyerekeket szeretnénk most igazából jutalomba részesíteni, akik vették a fáradtságot és a hajlandóságot, hogy képeket küldtek egyébként az intézményre, és ezeket szeretnénk ilyen szempontból elismerni, hogy mindenki valamilyen ajándékot kap, mert hogy teljesítette ezt a kiírást, amit mi közzétettünk. Összesen 31 darab alkotást küldtek be, mindegyiket kiállították. A rajzok Pécs és agglomerációjából és azon kívülről is érkeztek. Így Jászjákóhalmáról, Zalaváról, Budapestről is küldtek kis alkotásokat a gyerekek. Teljesen szabad kezet kaptak műveik megvalósítása során. Volt egy találó név, az a Rock and Roller volt, és ez mögé igazából a gyerekeknek a kreativitására bíztuk. Nem szerettük volna őket semmilyen keretek közé tenni, majdnem a szabad fantáziájuk volt. Azt mondjuk, ez a név alapján mire gondolnak, és elég széles volt egyébként a gyerekeknek a kreativitása. Volt, aki zenéhez kötötte a rock and roll név, rocker névrel, van, aki pedig rollert rajzolt, de igazából úgy voltunk vele, hogy a gyerekeket szerettük volna egy picit otthoni környezetben is lekötni, és ha lehet ilyet mondani, akkor ez a digitális világból egy picit visszavenni őket, és hogy tényleg a kézügyességük révén próbáljanak alkotni. Az első helyezett Erdődi Gergely egy rollert kapott ajándékba, de senki nem ment haza üres kézzel, ugyanis számos szuper ajándékot osztottak ki, így például Lego, édesség, könyvek találtak gazdára. Valamennyien részt vehettek a játszóházi programban is, melyen vetélkedők, csillámtetoválás, pinyata, kressz, kvíz és egyéb ügyességi feladatok várták a gyerekeket. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Rászorulókat segít az önkormányzat Bonyhádon, a jó költségvetési helyzet teszi lehetővé a plusz támogatást. Minden a tervek szerint halad, folyamatosan dolgoznak a szakemberek Szekszárd központjában. Pénteken kezdődik a tanév, az iskolák már felkészültek a diákok újbóli fogadására. Szeptember végére elkészül a szobor, a felújításhoz szükséges 15 millió forintból még 3 millió hiányzik. Pénteken a hűvös hajnalt követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délutáni időszakban már kellemesen meleg idő várható. Csapadéktól nem kell tartani, éjszaka alapvetően derült, eseménytelen időben bízhatunk. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!